Többféle elektromos rollert is lehet kapni ezen a honlapon. Különböző erősségű motorokkal szerelték fel ezeket a járműveket. Ez az egyik legfontosabb szempont akkor, amikor az a kérdés, hogy kis motornak számít-e egy roller. 300 wattnál nagyobb motor esetén ugyanis igen. Ilyenkor pedig ugyanolyan szabályok vonatkoznak a használatára, mint például egy robogó esetén. Azok, akik segédmotoros kerékpárvezetőként közlekednek az utakon, azoknak minimum AM kategóriájú vezetői engedéllyel kell rendelkezzenek, vagy pedig B kategóriájú vezetői engedéllyel. Ezen felül a jármű vezetőjének bukós isakot kell viselnie, valamint a járműre kötelező felelősségbiztosítást is kell kötni. Ha ezek közül a szabályok közül valaki a járművek közlekedésében nem felel meg, akkor az valamiféle szabálysértést követel. Így a 300 wattnál erősebb rollerekkel nem is lehet a járdán közlekedni, és bukós isakot is kell húzni, ha forgalomba megy vele az ember. Hasonló a helyzet az elektromos kerékpárként eladott eszközöknél is. Sőt, ezek esetében még az sem mindegy, hogy pontosan milyen a jármű felépítménye. Kerékpárnak ugyanis a KRESZ szerint csak azt a járművet lehet tekinteni, amin van pedál. Vagyis ha az elektromos bicikliként eladott eszköz teljesítménye nem haladja meg a 300 wattot, viszont nem lehet lábbal hajtani, akkor is kismotornak minősül. Ha valaki segédmotoros kerékpárosként vesz részt az utakon, akkor annak mindenképpen az úttesten kell haladnia, nem vehet részt a közlekedésben a járdán, valamint hogyha a tábla azt tiltja, akkor a kerékpárutat sem használhatja a közlekedésre. És azt is kevesen tudják, hogy kerékpárosként a sofőr fogyaszthat alkoholt, de csak annyit, hogy biztonságosan tudjon közlekedni. Ha viszont kismotorral utazik valaki, akkor vele szemben a zéró tolerancia elve érvényesül.